Gyere ide! Micsoda az a kis cingár valami? Széttaposlak, eltaposom a kis hangját! Micsoda! Azt nézem, hogy még mindig ott van az a triceps, figyelj itt a biceps, még mindig nagyon erős vagyok, azt akarom nektek mondani, hogy szavassátok, szavasztok, és üdvözlök titeket, nem tudom itt, mi történik, megöltek, a Gergő nagyon erős szimulátorba itt a Robloxban, Jesus, itt mekkora emberek vannak, én milyen picike vagyok hozzájuk képes, úgyhogy előveszem a gitáromat, és már is edzek egy kicsikét. Itt az erő, itt az izom. Ezt nézzétek, hogy kattingatok, emelgetem. Itt vagyunk újra a lifting szimulátorban. Nagyon-nagyon tetszett nektek az előző rész, és nekem is nagyon tetszett. Tudjátok, hogy imádom ezeket a kvázi bugyuta játékokat, amivel el lehet így szórakozni. Tök jó chilles időtöltés. Szaladgálok is, buffolódok, növelek egyről. Üzmosabb vagyok, figyelj, bum, bum, bum. Osztom a pofonokat, vagy miket szoktak osztani ilyenkor az emberek, mint az állatnyomom. A mai videó célja, hogy úristen az mit emelget. Na, én el is fordulok, hogy ne lássam, hogy én milyen kis cingár vagyok hozzájuk képest. Jövök is ide edzeni, nyomok egy kis bench press-t itt nyáron, itt vagyok a tengerparton, nagyon menő, én vagyok itt Magyarország legerősebb ember, engem küldtek a versenyre. Szóval, hogy a mai epizódban izmozunk, mint az állat, növeljük a genetikánkat, stb. Stb. Veszünk valamit Robuxból, úgyhogy maradj velünk, hogy megnézzük, hogy ez megéri-e. És hát egyre bicósabbak leszünk. Hogy majd egyszer én is küldhessek a testemből sárga gömböket a másikra. Úgyhogy, rengeteg grindelés lesz a mai epizódban, gombnyomogatás, úgyhogy szerintem vágjunk is bele. Ha még itt a játékban nyomkodok, addig a popitommal játszok. Képzétek el, srácok, hogy a Lilliput játékvilághoz megérkezett egy csomóféle új popit. Nem tudom, ti ismeritek-e a popitot, én megmondom őszintén, TikTokon láttam idáig őket, így vannak becsomagolva, megtaláljátok őket a Lilliput játékvilág oldalán, azt mondták, hogy adnak nekünk egy királyságos kuponkódot, úgyhogy csekkoljátok le, hogyha szeretnétek ti is popitot, és ennek az a lényeg, hogy ez is egy fidget toy, mondom, én TikTokon láttam, és nagyon-nagyon satisfying. Be kell így először nyomkodni ezeket befele, aztán pedig meg kell fordítani, és utána fogod, és kifelé. Csekkoljátok le a Lilliput játékvilág oldalát, nézzétek meg, milyen popitok vannak, és ha vásároltok, használjátok mindenféleképpen a popit 20 kuponkódot 20% kedvezményért. Na, azt mondja, hogy merészkedjünk oda, adjuk el, amink van, újra legyünk cingárok, addig is gyorsan, amíg átmegyünk a bolt, úristen, akkor emberek vannak, hogy én nem is látok, amíg átmegyünk ide a bolthoz, amiből alig látok valamit, váltsuk már le ezt a benjót. Megmondom nektek őszintén, ez nekem annyira nem tetszik, de ugye a genetika a múltkori epizódban nem tudtam, köszönöm szépen, azt jelenti, de ide is van írva, hogy a kapacitásunk felmegy, és többet tudunk egyszerre bicózni. Mi ez a nagy valami, engem úgy idegesít, miért kell... Bocsánat, úristen. Úristen, milyen izmos, hallod? Bocsánat, hogy beleakadtam. Bocsánat, hogy beleakadtam. Na, szóval mondtam nektek, hogy veszünk valamit Robuxból, mert írtátok, hogy vegyünk. Ezzel ugye gyorsabban tudunk fejlődni a játékba. Elég-elég drága, de semmi probléma. Azt mondja, hogy van kétszeres muszkli, kétszeres coin. Nekem élet még annyira nem nagyon kell, úgyhogy valószínűleg a kétszeres muszklit vagy coint fogjuk megvásárolni. Sőt, elég menő vagyok, ha mind a kettőt megveszem. Kétszeres muszkli. Ez az. És kétszeres coin. Fájni fog ez. 800, 1600 robuxot költöttünk, úgyhogy gyorsan rá is bontok egy tuttira. Azt az eget. Úristen, na nézzük. Oké. Okay. Aha, már is azért gyorsabban növünk, mint az állat. Kétszeres muszkli, már 88-at gyűjtünk, ugye idáig 44-et, de most már majd a coinunk is kétszeres lesz, tehát ha ide jövünk eladni, akkor sokkal több cash-t kapunk, sokkal pontosan kétszeresét, hogy ebből már tudunk venni magunknak először is egy széket, most már székkel fogunk muszklizni, és vehetünk már ostrich genetikát, ami 25 000-ig engedi nekünk, hogy felbiccózzuk magunkat, de nézzük ezzel a székkel, mit emelek, azt az eget. Azt az eget, már 124 egy bicózás. Imádom, ennyire bugyuta ez a játék, nagyon jó. Elég hamar felbicózzuk magunkat. Mi ez a hunt? Lehet gyilkolni? Persze, még majd ezt is megveszem Robuxból. Ököcsém, egész nap itt állnak szerintem, és bicóznak. Úristen, ez mi volt kint? Itt jön valaki egy biciklivel, még sose ütöttem le senkit. Gyere ide! Ő bicózik a biciklivel, gyere, alig van élete, tudok rúgni is? Azt a szeget, miért beszakítottam a földbe.
Ott van egy kis cingár gyerek. Most már kezdem úgy érezni, hogy van egy kis bicunk. Ezt én elkergetem, ezt a tesát. Gyere ide, tesa! Bocsi, de még én soha nem ütöttem meg senkit itt a játékba, ki kell próbálni, gyere! Gyere, esküszöm nem fog fájni! Esküszöm nem fog fájni, gyere! Csak az a nagy idején ne jöjjön hozzánk. Gyere, csak meg csak egy kicsit megütlek a székkel. Becsém, ő hogy gyorsabb nálam. Gyere már! Gyere már, és direkt úgy csinálja, hogy mindig majdnem... Jó, tudod, mint akkor addig nem bicózok. Ne, ja, mert én vízé vagyok, minél nagyobb vagyok, annál nehezebben futok. Sose fogom utalérni. Hát ezt sose fogom utalérni. Erre játszik. Na jó, akkor én nem bicózok. Hát itt meg esküszöm, még lassabb vagyok. Gyere ide! Gyere ide, tesa! Ne szaladgálj, ez velem szórakozik. Hát ez szórakozik velem, azok meg ott jumpolnak. Na, gyere ide! Na! Miért nem történik semmi? Ez az! Gyerünk! Változott a hírnevem, mert megütöttem valakit? Ebben a játékban akkor vagy híres, ha megütsz valakit? Hallod, ez miért pont spawnon csinálja ezt? Ha megint megyek, eladom a cuccaimat, és szeretném... Mennyire viccesen nézek ki ezzel a székkel a kezembe. Hallod, ő meg itt a kis tejcsíjével. Gyere ide! Verekedni is kell ebben a já... Figyelj, szétcsaptam valakit! Rá pedig rátaposunk. Boom! Figyelj már, én vagyok itt a nagy gonosz mász, mindjárt jön valamelyik nagyobb a széttapos. Na jó, menjünk is. Nagyon idegesítő, hogy ezt itt spawnon csinálják. Villódzik a kép. Na várjál. Jó, azt mondja, hogy tudok venni bevásárló kosarat. De én inkább a genetikámat fejleszteném most egy kicsit. Hogy gyorsabb, gyorsabban. Nem, hogy többet tudjunk, aztán pedig eszünk egy bevásárlókocsit. Ez az! Következő egy tévé! Kivárja, hogy tévével bicózzak, figyelj, 170 power! Azt az eget! Valaki ott egy zászlóval, úristen, de kicsi vagy! Gyere ide! Micsoda az a kis cingár valami? Az mi volt? Az a kis cingár valami felgyújtott? Álljon már meg a menet! Ez mi volt? Kikérem magamnak. Hát a kis ujjam nagyobb, mint az a kis cingár lány. Nézd már! Pik! Pu. Mi történt? Na, gyere, gyere ide! Gyere ide! De mi ez? Mi ez? Ez valami Robux-szal televásárolta magát, igaz? Ilyen fegyverekkel. Azt megy körbe, azt öl meg mindenkit. Nagyok... Ah, itt jön megint. Gyere már ide! Széttaposlak, eltaposom a kis hangját! Micsoda! Micsoda! Micsoda, mekkorára nőtt! Ja, hogy ez akkor ilyen nagy ember! Öcsém! Hát ez átvágott minket. Na mi ez a bloodline? Nem tudom. Transformation. Mi még nem tudunk semmivé transformálni. Na adjunk el megint. Aztán nézzük meg, hogy mit lehet venni. Most akkor nem ütök meg senkit, jó? Most ilyen kedves vagyok. Súlyokat szeretnék venni. Tévé. Tévét, vettem egy tévét. Na, aki akarta nézni, hogy tévével izmozok. Figyelj, emelgettem, ez nem plazma tévé. Ez még mi megy a tévében? Valami YouTube videó megy a tévébe, figyelj már, azt az eget. Super Power Lifting Simulator. Ki tudja micsoda. A legnagyobbak. Úristen, ezek mekkorák lehetnek. Hagyjál békén. The nice guy vagy. Ne, azt írja, hogy nice guy, azt ütöget. Nem. Hagyjál békén. Nice guy, azt ütöget. Még el is adom. És veszek, a tévét leváltom valami jobbra. Jó? Tudok már, ez a spawnon, hogy ezek itt állnak. Nem genetika, hanem veszek egy bicót. Ez az. Emelgetem a biciklit. De úristen, ez itt de rossz. Na már 280 power gyűjtök egy-egy bicózással. Itt az erő, itt az izom. Minden nap 30 juice iszom. Ott van a repülő emelgető. Hagyjál engem békém.
Ezek itt hogy tapossák egymást? Most milyen nagynak érzem magam hozzájuk képest. Szavasztok! Alig van amúgy életem. Bármikor szét tudnának szedni. Na jó, srácok, én izmozok tovább. Köszönöm szépen, hogy itt voltatok velem. Remélem tetszett nektek ez a videó. Ha igen, akkor ne felejtjétek el egy óriási like-ot, mert meg fog ölni! Adjál! Ha tetszett, akkor felejtsetek egy óriási like-ot, ha nem, akkor nyugodtan egy dislike-ot ezzel jelezvén. Köszönöm szépen, hogy itt voltatok velem. Remélem tetszett nektek, és találkozunk holnap, meg minden egyes nap. Attól ti zsúzadjen veletek. Sziasztok!